a gyülekezet a mai napon a reformáció emléknapja van, és hogy miért fontos újra meg újra azokról a gondolatokról, azokról az elvekről megemlékeznünk, amelyek mentén indult a reformáció. Ezért szeretném bevezetőként olvasni Jelenések könyve 3. fejezete 2. és 3. versét. Tehát, hogy miért szükséges ezekkel foglalkoznunk. Ugye tudjuk, hogy ez az üzenet tulajdonképpen a reformáció korának szólt, de a reformáció nagyon hamar, ugyanúgy, mint az első kereszténység is nagyon hamar eljutott odáig, hogy alább hagyott a kezdeti lelkesedésük. Ugye az első üzenetben is már azt olvassuk, Jelenések könyvében, az efézusi üzenetben, hogy az első szeretetedet elhagytad, tehát az első keresztény korszakban is már egy pár évtized elég volt ahhoz, hogy ez megtörténjen, és a reformációnál szintén, így olvassuk a Jelenések könyve 3. fejezete 2. versétől, vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tarts meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Tehát ez a figyelmeztetés nem csak abban az időben élő reformátoroknak szólt, hanem mindannyiunknak, hogy emlékezzünk meg azokról a dolgokról, amiket mi nagyon nagy lelkesedéssel vagy komolyan vettünk a hitéletünk kezdetén, és követtünk is. És ezt mondja, hogy tartsd meg és térj meg. Tehát Isten erre szeretne most is késztetni bennünket, hogy gondoljuk át, hogy hogyan vettük és hallottuk. Tehát mik voltak ezek a nagyon fontos alapelvek, aminek a mentén a reformáció indult. Ugye tudjuk a hátteret, most erről nem is akarok sokat beszélni, hogy milyen mélyre jutott a kereszténység már erre az időre, és milyen tanítások terjedtek, meg milyen gyakorlatok is. Ugye tudjuk, hogy a búcsú cédulák áruba bocsátása volt az utolsó csepp, ami a pohárban, ami Luthernél ugye kiváltotta ezt a hangos tiltakozást, de aminek nyomán azután elkezdte ő is és mások is kutatni a Szentírást, hogy még mi mindenben tértek el a Bibliától. Hiszen a Szentírás nem volt lefordítva sem a nép nyelvére, ezt is Luther fordította le. Ugye kezdte akkor, amikor Wartburg várában volt fogságban, tehát tulajdonképpen egy védelem alá helyezve. Nagyon hamar, ugye akkor 10 hét alatt lefordította a teljes új szövetséget német nyelvre. Na, tehát nézzük meg, hogy mik is voltak ezek a nagyon fontos alapelvek, amik a mai napig is kellene, hogy a mi életünket, hitéletünket is irányítsák. Ugye az 5 szólaként szokták emlegetni ezeket. Biztosan el tudnánk sorolni, ugye a legelsőt azt minden bizonnyal tudjuk, ismerjük mindannyian, hogy sola scriptura. Tehát egyedül a Szentírás. Tehát ez volt a legelső, hogy a hitünk alapja, a keresztény hit alapja egyedül a Szentírás lehet. Most nyilván ezért is ez volt a legfontosabb, legelső ténykedése Luthernek is, hogy lefordította a Szentírást az anyanyelvére, és ahogyan a következő évtizedekben már Magyarországon is ez megtörtént, hogy a nép nyelvén mindenki hozzájuthasson, hogy valóban a Szentíráson alapulhasson a hitünk. Ugye most hol tartunk? Annyi Bibliát lehet, amennyit csak szeretnénk. Ingyen is akár. És jó néhány fordításban ugye hozzájuthatunk. Tehát ez már többé nem probléma. Most már valahol máshol van a gond, de majd ezeket egy kicsit részletesen is megnézzük, hogy mit is jelent ez, hogy egyedül a Szentírás lehet a hitünk alapja. A következő szóla, ugye szóla fide, egyedül hit által. Ezt is majd megnézzük részletesebben, hogy mit ért ezen maga az ige, és mit értettek meg a reformátorok is. Sola grácia, egyedül kegyelemből, ez a következő szóla. Lényegében ugye kapcsolódik az előzőhöz, nem csak hogy egyedül hit által,
igazolhatunk meg, hogy juthatunk Isten színe elé, hanem egyedül csak kegyelemből. Tehát nekünk semmi érdemünk nem lehet. Következő szóla, solus Christus, tehát egyedül Krisztus. És ez nem csak a megváltásra vonatkozik, erre is majd kitérnénk egy kicsit részletesebben. Az ötödik pedig lényegében lezárja ezt az egész gondolatmenetet, illetve ebből, mindezekből következik a soli Deo gloria. Tehát, hogy egyedül isteni a dicsőség. Tehát, ha nekünk nincs semmi érdemünk, hogyha valóban csak Isten a forrása mindennek, és egyedül kegyelemből és hitáltal juthatunk az ő színe elé, akkor mindenért isteni a dicsőség. Még azokért a dolgokért is, amiket esetleg egy ember végez el, és netán vannak látható eredményei is az ő munkájának. Tehát nézzük meg mindezeket kicsit részletesebben. Még talán annyira, hogy arra térnék ki, hogy a protestáns elnevezést sem igazán értik sokan, akik protestánsok. Ugye sokan csak úgy gondolják, hogy hát aki nem katolikus, keresztény, az protestáns. De mit is jelent ez? Vagyis, hogy honnan származik ez a név? Tulajdonképpen még csak nem is onnan, hogy ki miben hisz. Tehát, hogy mondjam, még az öt szóla sem fedi igazán a protestáns elnevezést, mert a protestáns onnan ered, amikor a Speyeri Birodalmi Gyűlésen ugye Luther követői, illetve hát ugye a választófejedelmek is ugye tiltakoztak. De miért? Mert kimondták, hogy Luther követői megmaradhatnak a hitükön, tehát nem ezt tiltották meg, hanem hogy nem terjeszthetik azt. Nem terjeszthetik. A luteránusok ez ellen protestáltak. Tehát ez ellen a döntés ellen protestáltak. Tehát ez szerintem nagyon sok protestáns manapságban nem tudja, illetve hát nem is probléma számukra, mert nem is nagyon kívánják talán hirdetni. Tehát most elég az a szabadsághoz, ugye a vallásszabadsághoz, hogy ki vallhatja azt, amit szeretne, megmaradhat a hitén, de azt mondja, hogy nem, terjesztheti. Tehát ez volt akkor a Speyeri Birodalmi Gyűlésen a vita, hogy most őnekik joguk van-e a hitüket képviselni. Tehát a luteránusok ezzel nem protestáltak, és ezért kapták a protestáns nevet. Nagyon jó lenne, hogyha nincs protestálnak, mármint a lelkünkben, ezt komolyan vennénk, hogy mi képviselni is akarjuk, hogy mi terjeszteni is akarjuk, nem csak hinni benne. Ez az igazi szabadság, ez a vallásszabadságnak az alapja, hogy nem csak, hogy hihetünk benne, hanem hogy képviselhetjük, terjeszthetjük, hirdethetjük is. Hát akkor visszatérve a sola scriptura elvre, tehát az első szólára. Hogy mit is jelent ez? Ugye ezt mondták ki annak idején a reformátorok, hogy a hitünk szempontjából a Szentírás a mérvadó és egyedüli tekintély. Tehát sem zsinatok döntései, vagy a pápa szava, vagy egyéb emberi magyarázatok, elgondolások nem mérvadóak, egyedül a Szentírás, az egyedüli tekintély. Következő, hogy a Szentírás elegendő. A Szentírás könnyen érthető, ez volt a következő, mert ugye erre hivatkoztak, hogy a Bibliát nem lehet megérteni, hát ahhoz sok-sok év teológia kell, de még azok sem értik igazán, hát nem, tehát az egyszerű nép nem értheti meg a Bibliát. Hát ők ezt is kimondták, hogy a Szentírás könnyen érthető. Isten kinyilatkoztatása. Tehát ő azért adta, hogy kutassuk, hogy járjuk utána, hogy meggyőződjünk róla. Tehát a Szentírás könnyen érthető. Következő, a Szentírás tökéletes. Tehát éppen ezért nem kell se hozzátenni, se elvenni belőle, mert tökéletes. És azért tökéletes, mert az Isten beszéde. Ugye az Isten kinyilatkoztatása, a teljes írás Istentől ihletett. A Speyeri Birodalmi Gyűlés dokumentumából idéznék, hogy ugye milyen világosan látták, hogy hogyan is lehet a Bibliát tanulmányozni, illetve megérteni. A Szentírás igéit más, világosabb igékkel kell megmagyarázni.
Ez szent könyv, amelyre a keresztényeknek minden dologban szüksége van, könnyen érthető és alkalmas a sötétség eloszlatására. Isten kegyelméből elhatároztuk, hogy kitartunk Isten egyetlen igényének tiszta és kizárólagos prédikálása mellett, ahogyan azt a Biblia Ó és Új testamentumi könyvei tartalmazzák. Nem teszünk hozzá semmit, ami ellentétben áll vele. Ez az ige az egyedüli igazság, minden tan és az egész élet biztos szabálya. Sohasem csal vagy téveszt meg bennünket. Aki erre az alapra épít, az a pokol minden hatalmával szemben is megáll, míg minden emberi hiába valóság, ami ellene támad, Isten színe előtt kudarcot vall. Hát ugye milyen szépen meg tudták ezt fogalmazni, hogy miért a Biblia az egyedüli mérce a számunkra, és hogy ők ehhez mennyire ragaszkodnak. A következő idézet Luther Mártontól származik, ki ezt mondja az ige értelmezésről, a helyes ige értelmezésről. Senki sem tud a Szentírás valamely helyéről méltóképpen szólni, és senki sem tudja azt méltóképpen hallgatni, ha lelkének indulatai nem egyeznek meg a Szentírással. Úgy annyira, hogy belsőleg érinti meg azt, amit külsőleg hall, és erre a vallomásra kényszerül. Igen, ez igaz. Isten igen nagy kegyelmének és csodálatos kitüntetésének tartom, ha valakinek megadatik, hogy a Szentírás igéit éppen úgy olvassa és hallgatja, mintha csak magától Istentől hallaná őket. Ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas felség szól hozzá. Hát ugye itt egyszerűen csak komolyan vette Luther Márton azt, hogy ez az Isten beszéde, az Isten igéje. És hogy kicsoda az Isten? Hát ha ez az Isten szól hozzá, hogy ezt mondja Luther, akkor hát ez egy csodálatos dolog, azt mondja, hogy hát ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas felség szól hozzá. Én csak emlékeztetni szeretnélek benneteket, talán mindannyian láttátok a Luther filmet, és ott azért néhány jelenetet olyan szépen és szemléletesen megragadtak, amikor ugye lefordított Bibliát átadta Luther Fügyesnek, akkor ugye ott bemutatja, hogy nyújt hozzá. Ugye először szinte meg sem merte fogni. Ugye, hogy azzal a tisztelettel is, és hogy nézett Lutherre, ez tényleg, hogy ez most az Isten beszéd, az Isten igéje. És tényleg olyan döbbenetes az, hogy akkor mennyire megbecsülték, és ehhez képest mi hogy bánunk az igével. Ugye, ahogy említettem, hogy annyi Biblia van, amennyit csak szeretnénk, és annyi fordítás, annyi variáció, kiadás, stb. És talán már túl sok is belőle, és talán ez is a problémánk, hogy nem becsüljük már igazán. Hogy nem tiszteljük úgy, mint az Isten szavát. Nem úgy veszünk. Tehát akik először olvasták, akik először jutottak hozzá, azok sokkal nagyobb becsben tartották. Néhány igét idéznék, ami ugye a reformátorokat annyira vezette és meggyőzte erről, hogy egyedül a Szentírás. Tehát amit Jézus mondott János evangélium a 17. fejezet, a 17. versében, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az igazság egyedüli mércéje, mondta Krisztus. Azután ezt mondta János evangélium a 6. fejezet 63. versében, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát annál is több, mint hogy pusztán az igazságnak az elmélete lenne benne. Ezt mondja, hogy lélek és élet. Tehát az Isten igéjében átformáló, átalakító erő is van. Ahogyan ugye a Timóteusi levélben fogalmaz Pál apostol a 2. levél 3. fejezetében, ezt olvassuk a 16. verstől, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát, hogyha az igének ez a szerepe, akkor mekkora bűn ezt az igét távol tartani az emberektől.
ahogyan az egyház évszázadokon keresztül tette. Tehát ez volt az első nagy felismerése a reformátoroknak, hogy ha az Isten igényében ilyen átalakító erő van, élő és ható, és hogy ez a célja, hogy megjobbítsa az embereket, hogy nevelje, tanítsa, az igazság útján vezesse, akkor ezt nem tarthatjuk távol senkitől. Sőt, ez a legfontosabb, hogy minden emberhez eljuthasson. Idéznék még az egyik gondolatot Pascaltól, aki szintén ugye az igének a nagyon komoly kutatója volt, az írás értelmezéséről, helyes értelmezéséről ezt írta a Gondolatok című könyvben, 900. töredék, aki úgy értelmezi az írást, hogy értelmét nem magából az írásból veszi, az ellensége az írásnak. Egy mondatban, de megragadta a lényeget. Tehát aki úgy értelmezi az írást, hogy értelmét nem magából az írásból veszi, az ellensége az írásnak. Tehát a Biblia önmagát magyarázza, hogyha valaki akarja a Bibliától függetlenül magyarázni az ígét, ez mondja, az ellensége az írásnak. Tehát nem, ugye az félre magyarázza általában. És Luther pedig ezt írta, a Szentírás sem tanulással, sem értelemmel nem érthetjük meg. Hát ez a mondat már ugye lehet, hogy elkedvetlenít mindannyiunkat, de ezért érdemes tovább olvasni. Tehát azt mondjuk, sem tanulással, sem értelemmel. De azért gondoljunk csak bele, Jézus is mondott ilyet. A zsidó írástudóknak éppen, akik tanulással és értelemmel. És azt mondta nekik, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amik bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám élni, hogy életetek legyen. Tehát, tanulással és értelemmel nem tudták fölfogni, nem tudták megérteni. És még más helyen is beszél erről Jézus, hogy hálát adok neked, Atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisgyerekeknek megjelentetted. Ezt is azokra mondja, akik írás ismerők voltak. Tehát így folytatja. Először is imával kell kezdened. Tehát nagyon fontos felismerés volt Luther számára is. Könyörögj az Úrhoz. Kegyelme által engedje meg, hogy az írásokat megértsd. Isten szavának nincs más tolmácsolója, mint maga a szerző. Ahogy mondja is, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Saját munkától vagy értelmettől ne remélj semmit. Egyedül Istenben és lelkének befolyásában bízzál. Hidd el ezt olyan embernek, aki mindezeket tapasztalatból mondja. Luther is ismerte az írásokat, de pap volt már, amikor úgy igazán megértette. És nyilván a fordítás közben is kénytelen volt, hogy mondja, végig tanulmányozni az igét. És mégis ezt mondja, hogy egyedül tanulással és értelemmel nem érthetjük meg az ige lényegét. Imával, Isten segítségével, a szerzőnek a tolmácsolásában érthetjük meg. És még egy nagyon fontos dolog a Szentírással, illetve az azzal ellentétes tanokkal kapcsolatban. Mert ugye ezzel ugye mi is sokszor találkozunk, hogy félre magyaráznak emberek bibliai részeket, a tévtanítások, egyre több a tévtanítás. Ugye ezt az ige is mondja, hogy a végidőben sok hamis proféta támad, és egyre több. Hogyan lehet fölvenni a harcot ezekkel a hamis tanításokkal? Vagy hogyan lehet egyáltalán meggyőzni valakit, hogy az hamis, amit képvisel? Ezt mondja Luther ezzel kapcsolatban, a tévtanítás ellen sohasem lehet erőszakkal védekezni. Másfajta fogás kell hozzá, másfajta harc és ügyez, mint a kard ügye. Itt Isten igényének kell küzdenie. Ha ez nem viszi véghez, akkor a világ hatalma sem viheti véghez, még ha vérrel árasztaná is el a földet. A tévtanítás lelki dolog, nem lehet semmiféle fegyverrel elpusztítani, semmilyen tűzzel elégetni, sem vízbe folytani. Egyedül Isten igéje az, amely legyőzi.
Ugye, mert ez minden időben ott volt ez a kísértés, még azokban is, akik igaz úton jártak. Hogy jaj, valami hamis fölíti a fejét, akkor ezt el kell folytani, és akkor jön az erőszak. Mert hát hogyan? Minél előbb, meggyőzni nem lehet, akkor erőszakkal. És mit mondhatod te, hogy nincs ilyen eszközünk. Nem lehet. Nem lehet erőszakkal elfolytani. Azt mondja, még ha vérrel árasztaná is el a földet, akkor se lehet. Hát sajnos ezt láttuk, az egész történelem ezt bizonyítja, hogy tényleg lehetetlen. Az igazságot is lehetetlen, ugye nyilván erőszakkal elfolytani, de a hamisság ellen sem harcolhatunk ilyen eszközökkel. Hát ugye maga a Biblia is ezt tanítja. Tehát azt mondja, hogy egyedül Isten igéje az, ami legyőzheti a téptanítást. Sajnos nem minden esetben győzi meg azt az embert, aki a téptanítást képviseli. De hát akkor nincs más eszközünk, tehát ezt mondja Luther. Talán még egy idézet, ugye Móricz Zsigmondtól, de ugye ez is eléggé ismert a Bibliával kapcsolatban. Ezt mondja, hogy rekreáció újra újjászületésre van szükség. Olyan időket értünk újra, hogy nem lehet messze az idő, melyben az Isten a kövekből is prófétákat teremt. És ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak, az igazság tiszta felfogásában. Tehát ezt mondja, hogy a Biblia az, aminek van hatalma, amiben van erő és megújító erő. És hogy erre van szüksége a világnak. És azt mondja, hogy olyan emberekre, aki az igazság tiszta felfogásával tudja az igét képviselni. Hát ez az, amire Isten is vár a végidőben, és az Isten országának az evangélium hirdetteti bizonyságul, de Jézus szerint. És itt tovább is lépnék a következő szólára, tehát a szóla szkriptúra után szóla füde, mit jelent ez? Tehát, hogy egyedül hit által. Mi az, amit Luther is megértett? Ugye ő is próbálkozott sok mindennel. Ugye, hogy térden csúszva fölmenni azon a lépcsőn, minden lépcsőn egy mi atyánkon lehet elmondani. Akár mások üdvösségért, akár a saját bűneiért. Tehát ez ugye sok-sok lehetőséget kínáltak annak idején, és most is, hogy hát hogyan lehetséges bűnöket jóvá tenni. Galáciai levél második fejezet, 16. versét idézném. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk. A Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Nyilván itt nem csak arról van szó, hogy ilyen fölösleges, nem is isteni törvény, mert ezek a lépcső csúszások nem a Bibliából való, de még ha Isten törvényéről van szó, és itt arról beszél Pál apostol, akkor se igazulhatunk meg általa. Tehát ez képtelenség, hogy egy ember ugye úgy megtartsa az Isten törvényét, hogy igazzá váljon. Ezt mondjuk csak hit által igazulhatunk meg. Mi a saját erőnkből képtelenek vagyunk minden jó cselekvésére az ige alapján. Ugye még két igét idéznék, Efézusi levél második fejezete, 8. verse, mert kegyelemből tartottatok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. És ugye még hozzáteszi, hogy senkinek érkedjék. Tehát senki ne dicsekedjen. Senki ne gondolja azt, mondjuk ezt Pál apostol írja, aki hát elmondhatta volna, le is írta, hogy hát ha valaki tud dicsekedni, én dicsekedhetnék, ugye? Le is írta, hogy zsidókból való zsidó, farizeus, sőt, törvényben igazság tekintetében fedhetetlen, fölsorolta. És mit mondott utána mindezekre? Kár és szemét. Ez semmit nem ért. Sőt, inkább vártott. És azt mondta, hogy most már én mind kárnak vallom, hogy a Krisztus megnyerjen.
És most már nem akarom, hogy legyen saját igazságom a törvényből, de legyen igazságom a Krisztusban való hitáltal. Tehát nem azt mondta, hogy egyáltalán, hanem azt mondta, hogy én ennél többre vágyom. És Jézus is erre tanított mindenkit, hogy többre vágyjanak, mint a farizeusok igazsága, mert az nem elég az üdvösséghez. Hitből való igazságra kell eljutnunk, a Krisztus igazságára. Tehát ugye ez a következő ige, amire utaltam, a Filippi levél 3. fejezet 9. verse, amit Pál mond, hogy ne, nincsen igazságom, saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom. Az ágostai hitvallásból szeretnék néhány mondatot idézni, tehát hogy mit vallottak erről a hitáltali igazságról. Tanítják továbbá, hogy az emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt saját erejükből, tulajdon érdemeik vagy cselekedeteik alapján, hanem ingyen Krisztusért hitáltal igazulnak meg, ha hiszik, hogy kegyelmébe fogadja őket és megbocsátja bűneinket Krisztusért, aki halálában elégtételt adott bűneinkért. Ezt a hitet számítja be Isten előtte érvényes igazságból. Először is cselekedeteink sem Isten nem engesztelhetik meg, sem a bűnbocsánatra és kegyelemre nem tehetnek érdemessé. Ezt csak hittel érjük el, ha hiszük, hogy Krisztusért kegyelmet nyerünk. Mert ő rendeltetett közbenjárni és engesztelésül, hogy az atyát megbékéltetse velünk. Aki tehát abban bizakodik, hogy cselekedetekkel válik érdemessé a kegyelemre, az megveti Krisztus érdemét, kegyelmét, és Krisztus nélkül emberi erővel keresi az utat Istenhez. Pedig Krisztus magáról mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ugye ezt Pál apostol is írja a galáciai levélben, hogy akkor tulajdonképpen Krisztustól fordulunk el, ha cselekedetek és törvény megtartás által akarunk üdvözülni. Viszont azt nem mondták, hogy nincs szükség a cselekedetekre. Tehát ugye sokan így gondolják, meg hát talán még a Luther féle hitáltali megigazulást is sokan így képviselik, hogy akkor csak hinni kell, és úgy is képtelen az ember bármi jóra, tehát akkor nem szükségesek cselekedetek. De ezt olvassuk szintén az ágostai hitvallásban, tanítják továbbá, hogy ennek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie. Tehát a hit gyümölcsei a jó cselekedetek. Az Isten parancsolatába foglalt jó cselekedeteket azért kell megtennünk, mivel ezt Isten kívánja. Nem pedig abban bizakodva, hogy ezekkel a cselekedetekkel lehetünk Isten előtt érdemessé a megigazulásra. A bűnbocsánatot és megigazulást hittel ragadjuk meg, ezt Krisztus is, szava is bizonyítja. Ha mindezeket megcselekedtétek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. Tehát nem leszünk azáltal érdemesebbek, hogyha engedelmeskedünk Krisztusnak vagy Isten parancsolatainak. A bűnbocsánatot és kegyelmet csak hittel lehet megragadni, de mivel hitáltal elnyerjük a Szent Lelket, ezért a szívek is megújulnak, és új indításokkal telnek meg, annyira, hogy jó cselekedeteket tudnak teremni. Tehát azért látjuk, hogy ezt ők is jól értették. Hogy igenis szükség van a cselekedetekre, csak hogy azokat Szentlélek segítsége által, hitáltal cselekedjük. A megújul szívnek a jó cselekedete. És azzal már az ember nem kérkedik, és azt nem tartja érdemnek, sőt, tulajdonképpen észre sem veszi. Nem tartja számon igazán. Tovább folytatnám a harmadik szólával, a szolgálcia egyedül kegyelemből. Ugye hát szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy hitáltal, mert hát miben hiszünk. Nem mindegy, hogy miben hiszünk, vagy kiben hiszünk. Erre utal sok helyen az ige, sőt azt mondja, hogy ne is higgyetek mindenkinek, minden léleknek. Sajnos manapság eljutott odáig a világ, és majdnem hogy a keresztény világ is, hogy ezt így gondolják, hogy az a lényeg, hogy valamiben higgyen az ember. Hát ez nagyon nem igaz így, mert tulajdonképpen minden ember hisz valamiben. A ateisták is hisznek valamiben, revolucionisták is hisznek valamiben, minden ember hisz valamiben. Tehát
Nem ez a fontos. Az a fontos inkább, hogy kiben hiszünk. Ahogyan Pál apostol is megfogalmaztam, tudom, kinek hittem. Tehát, hogy egyedül kegyelemből ez azért fontos, és azért kell, hogy kapcsolódjon ahhoz, hogy egyedül hitáltal, mert ugye a Római Levél 3. fejezete 24. verse ezt mondja, megigazolván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. A kegyelem az a megváltásnak a gyümölcse, vagyis a megváltás is kegyelemből van, az Isten kegyelméből. Kegyelemből juthatunk el az Isten színe elé is, a Zsidókhoz írott levél 4. fejezete 16. versében. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ugye ez is arra utal, hogy nem a saját erőnk, nem a saját érdemünk, a saját cselekedeteink által juthatunk az Isten színe elé, vagy juthatunk üdvösségre, hanem az Isten kegyelme által. És az Isten kegyelme az, aminek köszönhetjük, hogy Krisztust odaadta áldozatul értünk, és az Isten kegyelme az, aminek köszönhetjük, hogy most egyáltalán van lehetőségünk a fizikai életre is. Minden egyes emberre kiterjed az Isten kegyelme. És az Isten kegyelme az, hogy Krisztus által megszólíthatjuk őt, és nyerhetünk bűnbocsánatot is. Ugye még két igét idéznék, az Efézusi levél 2. fejezete 8. versét, ugye ezt idéztük is már, hogy majd kegyelemből tartottatok meg hitáltal. A következő Tituszhoz írott levél 2. fejezete 11. versétől. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megragadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Itt is azt látjuk, hogy amit megértettek a reformátorok, hogy a sorrend az nem az, hogy én éljek Isten akarata szerint, és akkor majd kegyelmet kapok. Vagy a tékozló fiú példázatára utalva, hogy a fiú mosakodjon meg, öltözön föl rendesen, és akkor majd az atya visszafogadja. Tehát ez nem így történik, hanem először az Isten üdvözítő kegyelme, mivel találkozunk, és ez tanít bennünket arra, hogy mi szembeforduljunk a bűneinkkel, megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és az Isten akarata szerint éljünk. Még ugye a következő szóla, solus Christus, tehát hogy egyedül Krisztus. És ez miért lényeges? Egy kereszténynek miért kell ezt mondani? A keresztény szó eleve ebből származik, hogy Krisztusi. Bár ugye érdekes dolog ez, ugye a protestánsok azért változtattak némileg a keresztény kifejezésen, hogy hangsúlyt tegyenek arra, hogy ez nem a keresztből származik ez a szó, hanem a Krisztusi elnevezésből, és ezért nevezik magukat keresztényeknek. Most az a probléma, hogy a legtöbb magyar embernek fogalma sincs, hogy mitől keresztjén a keresztény. Valami régies, érdekes dolog ez, ugye a protestánsok ezt így mondják. Tehát ettől még nem valószínű, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy itt Krisztusiról volt szó. Szerintem sokkal praktikusabb lenne akkor azt mondani, amit jelent. Tehát a Krisztusi. Akkor talán kevésbé hangoztatnák soha ez. Mert hát azt, hogy én Krisztusi vagyok, azt ugye nehezebb kimondani, hogy szinte keresztény vagy keresztjén vagyok. Mert ugye az, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy tartozik egy bizonyos vallási közösséghez, illetve hát most már teljesen mindegy, hogy ezt T-ban vagy T-ben mondjuk. Keresztjén, ha valaki ezt mondja, akkor mondjuk tudhatjuk, hogy ő protestáns közösséghez tartozik. De lényegében ennyi. Viszont ha azt mondanák, hogy Krisztusi, ahogy mondtam, hogy ez már meggondolandó lenne, hogy ilyet elég nehezen lehetne állítani, hogy Krisztusi Magyarország, meg Krisztusi Európa.
de még egy ember magáról is elég nehezen valhatna ilyesmit, hogy én Krisztusi vagyok. És az a szép az igében, hogy ezt tudhatjuk is, hogy nem is magukat nevezték el így a keresztények. Nem hangoztatták fennem, hogy mi Krisztusiak vagyunk, mi Krisztus követői vagyunk, hát ők mondták, hogy persze, Krisztusról beszéltek. Azok nevezték el őket így, akik megismerték őket, akik hallották az ő beszédüket, rájuk ragasztották ezt a nevet, hogy ők Krisztusiak, vagy Krisztus követők, krisztiánosok. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen én a szóla szkriptúra után szinte ezt mondanám, ami szinte nagyon fontos, mert ez az, amit megint csak nem értünk igazán, vagy nem értenek sokan. Hogy ez az egyedül Krisztus, ez nem azt jelenti, hogy hát a keresztények számára ugye Krisztus a fontos, a mohamedánoknak meg ugye más, ugye Allah meg Mohamed, meg stb. Tehát nem ez a probléma, és nem ez a különbség, hanem úgymond keresztény és keresztény között is az a különbség, hogy Krisztus azon a helyen van-e a szívünkben, a gondolatainkban, az életünkben, mint ami őt megilleti. És hadd olvasok néhány igét itt is. Apostolok cselekedetei 4. fejezete 12. verse. Nincs senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Most a nagy vallási összeborulásban, ami már nem is ökumené, hanem azon is túl van, már ugye sokan azt képviselik, hogy mindegy, hogy nevezzük. Allah, Buddha, Krisztus, szóval lényegében mindegy. Csak valaki legyen, ugye, akiben bízunk, akiben hiszünk. Azt mondja az ige, hogy nincsen senkiben másban üdvösség. Nem adatott más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. Azt mondta Krisztus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, nem csak én általam. Tehát nincs más lehetőség. De tudjuk, hogy miért nincs, tehát ez miért kizárólag Krisztus által. Hát mert egyedül ő tudja a bűneinket elvenni. Tehát ő ezt nem visszatartani akarja másoktól, hanem azt mondja, hogy értsétek meg, hát én tudom a problémát megoldani, a bűn választ el Istentől, és egyedül én tudom ezt a ti bűneiteket elrendezni. Egyedül én vállaltam, értetek a kárhozatot, a kereszthalált, tehát ezért nincs más út. És ezért nem mehet senki Krisztuson kívül másképp az atyához. 1. Korintusi levél 3. rész 11. verse, mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ugye, és Pál apostol ezt megfogalmazza, akkor még ugye nem volt olyan túl nagy választék, mint manapság. Ezt mondja az 1. Korintusi levél 1. fejezete 22. fejezetében, mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, zsidókról, görögökről beszél. Azon a területen, ahol ugye az ő misszió területe volt, ezekről a csoportokról beszél. Egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig balonságot, ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és bölcsességét. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Tehát ezt mondja, hogy más szeretnének hallani. Ez a zsidók jelet, tehát csodákra vártak, most is nagyon sokan szeretnének csodákat látni. Sőt, valaki ki is mondja, mondjuk aki gyógyulni akar, én már hallottam sajnos ilyen kijelentést, hogy nekem mindegy, hogy Isten vagy az ördög gyógyít meg. Nekem nem, nekem egyáltalán nem mindegy. De van, aki így van ezzel, tehát aki jelt kíván, aki csodát szeretne. Ugye a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Tehát, hogy meg lehessen magyarázni mindent.
Igen, vannak olyanok, akik úgy mindent meg szeretnének magyarázni. Bocsánat, ezért a kifejezésre egy picit lehet, hogy ugye, tréfásan mutatja be, de sajnos igazság nagyon sok esetben. Amikor ezt mondja valaki, hogy nem értem, de meg tudom magyarázni. Nem mondja ki, de ez a valóság. Nem értem, de meg tudom magyarázni. Tehát sajnos ebben is a mai világunk, hogy mondjam, elől jár. És mit mond Pál apostol utának, mi pedig? Most akkor eleget kell, hogy tegyünk az emberek kívánságainak, mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítetted. És a megfeszített Krisztus az sokaknak botránkozás és bolondság. Botránkozás és bolondság. De ezt mondja, hogy azoknak viszont, akik hisznek benne, Isten hatalma és bölcsessége. Istennek ereje. És ami még lényeges, hogy ő az egyedüli közbenjáró is. Tehát nem csak az egyedüli megváltó, aki a bűneinket elrendezheti, hanem az egyedüli közbenjáró is. És ugye ez nagyon fontos, ugye a reformáció idején is különösen fontos volt, mert tudjuk, hogy hány közbenjáró volt, vagy pontosan nem tudjuk. Mert hogy most hány van, azt se tudjuk, ugye Luther is egy kicsit ki is figurázta, hogy már ugye a sok erekjét meg közbenjárót, hogy már hányban, meg tényleg mindenkinek van védőszentje most már, úgy hallottam, hogy már számítógépnek is van, meg tehát utoljáróknak, meg tűzoltó, szóval mindenkinek. De miért fontos ez, hogy Krisztus a közbenjáró? Most miért fontos a mi számunkra? Hogy ezt mondja az ige, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró és Isten is az emberek között, az ember Krisztus Jézus, az első Timóteus levél. Második rész, 5. verse. Egy az Isten és egy a közbenjáró. És utána meg is indokolja, miért, mert ő az, aki életét adta értünk. Ő az, aki a bűneinket elrendezte. Mert a közbenjárás nem protekció szerzés. Az nem azt jelenti, hogy Istent rá kell beszélni valamire, meg kell győzni valamiről. Közbenjárásra csak azért van szükség, mert a bűnt kell valahogy elrendezni. Mert a bűn elválaszt Istentől. Nem Istent kell meggyőzni, hanem a bűneinket kell eltörölni, és bennünket kell alkalmassá tenni arra, hogy Istenhez közeledhessünk. És ezért ugye a zsidókhoz írott az levél pedig ezt mondja, ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Tehát, hogyha ő mindenképpen üdvözíthet bennünket, nyilván a többi közbenjáró, meg emberi segítség, akihez fordulunk, mert mi is fordulunk azért időnként közbenjárókhoz, csak lehet, hogy nem olyanokhoz, akik ebben mások hisznek, nem üdvözíthet bennünket. Tehát amikor emberi segítséget kérünk, lehet, hogy időnként szükségünk van erre emberi tanácsokra, meg arra, hogy imádkozzon valaki értünk és velünk. De nem bízhatunk senkiben olyan mértékig, hogy rábízzuk a lelkünket, vagy a hitünket. Csak Krisztusban, mert ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő által járulnak Istenhez. És ott a Heidelbergi KT-ból idéznék, hogy ez nem literális, nem Kálvin KT-ja, a Heidelbergi KT, de nézzük meg, hogy mit mond erről, hogy egyedül Krisztus a megváltó és közbenjáró. Hisznek-e hát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik a boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, vagy önmagukban, vagy másut keresik? Nem, mert noha dicsekesznek is vele, valójában tagadják az egyedüli üdvözítő és megváltó Jézust. Mert vagy Jézus nem tökéletes üdvözítő, vagy akik ezt az üdvözítőt igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell bírniuk, ami az üdvösségre szükséges. Tehát ezt mondja, nincs szükségünk másra. Nincs szükségünk másra. Csak Krisztusra. És végül az utolsó szóla, ugye, hogy soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség, ez mit is jelent? Hát az eddigiek hátterén most már azért értjük, hogy mit jelent, hogy bármit tehetünk, bárhová eljuthatunk Isten kegyelme által, az soha nem válik a mi érdemünké, és soha nem lesz a dicsőség a miénk. És akik
az első négy szólát komolyan veszik, azok nem is vágynak erre. Mármint az emberi dicsőítésre, a dicsőségre. Ahogy a Krisztus ezt ki is mondta, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. És hogy egyáltalán akik emberi dicsőségre vágynak, azt mondja, hogyan hihettek ti, akik nem az Isten dicséretére vágytok, hanem az emberek dicséretére. Tehát Jézus szinte azt mondta, hogy ezt én nem is tudom, hogy lehet így hinni az Istenben, hogy emberektől várja az ember a dicséretet, az elismerést, a dicsőséget. Tehát nincs alapja annak, hogy az ember önmagát dicsőítse, vagy saját magának tulajdonítson bármit. De néhány igét itt is idéznék, ezt mondja a Rómabeliekhez írott levélben Pál, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. És a Jelenések 4. fejezete 11. vers. Méltó vagy, Uram, hogy légy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Nyilván ugye itt ezt a mennyei lények mondják, és utána mondja, hogy minden teremtett lény elismeri, hogy Istené a dicsőség. És legvégül még egy pápostolnak egy igéjét, hogy ezt valóban komolyan gondoljuk, vagy komolyan vesszük-e, hogy bármi látunk egy ember életében, nagy kísértés ez is, ha nem is magunknak igényeljük, de valaki olyan sikeres, vagy olyan tényleg bármiben nagy eredményeket ér el, akkor úgy, hát azért ugye, többre tartsuk, mint másokat, most így mondom. Pál apostol ezt mindig igyekezett nyesegetni a gyülekezeteiben, ugye tudjuk, a Korintusban is volt ilyen, és ő azt mondta, hogy kicsoda Pál és kicsoda Apollós, majdnem azt mondta, hogy senkik, de azt mondta, hogy csak szolgák. Mi csak szolgák vagyunk, akik által hívők kérettetek, de azt mondja, Isten munkálkodott itt végig bennetek. Ezt az igét az Efézusi levélből idézném a 3. fejezet 20-21. verséből. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, hogy bennünk kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, Krisztus Jézusban nemzetségből nemzetségbe örökkön örökké. Amen. Kicsit bonyolult körmondat, de azért értjük, hogy miről beszél. Ezt mondja, hogy a bennünk munkálkodó erő szerint Isten végzi el. Tehát bennünk akar munkálkodni. És isteni erő akar bennünk munkálkodni. És ez egy hatalmas ajándék Istentől. Ő az, aki mindent megcselekedhet bennünk, és általunk is. És hogy akkor az övé legyen a dicsőség az egyházban, és hát nyilván, tehát ez erre is el kell jutnunk, hogy nem másokat dicsőítsünk. Ja, bocsánat, a legvégén csak megemlíteném, hogy a Szentlélek kitöltetésének idején, amit megígért Isten késői eső jelképében, és azt, hogy újból az apostoli korhoz hasonló csodálatos dolgok kísérik majd az evangélium hirdetés munkáját. Ugye ezt úgy sokan, hogy mondjam, hogy hiányolják meg hogy most már miért nem jött még el. Most az összes többi szempontot most nem említem, mert azért tudjuk, hogy sok minden kell még hozzá, hogy mi erre alkalmasak legyünk, de most csak gondoljuk a jelenlegi állapotunkban. Ha valaki közülünk megkapna egy ilyen ajándékot, és csodálatos dolgok történnének, nem lenne kísértésünk rá, hogy azért úgy nézzünk, úgy tekintsünk rá, mint aki, hát igen, különleges ember, milyen csodálatos. Mert sajnos még ez is még mindig bennünk van. És hogy van-e olyan közöttünk, aki soha egy pillanatig nem tulajdonítaná magának azt, amit rajta keresztül Isten végez. Tehát látjuk, hogy az apostoli korban, ez kiki olvasson, utána olvassa apostolok cselekedeteit, és láthatjuk, hogy igen, az apostolok keze által sok jel és csoda történt. Egyetlen egyszer is
kérkedtek ezzel? Vagy hivatkoztak arra, hogy ó, hát ugye Péter csodálatos, vagy Pál milyen csodálatos, még halottat is támasztott föl. Csak úgy leírja, hogy történt ilyen. De nem úgy, mint ami esetleg ma, ami köreinkben ilyen történne, akkor lehet, hogy még ez bennünk van. Tehát Isten erre is el akar vezetni bennünket. Tehát az öt szóla közül az ötödik is nagyon fontos, hogy mindenért Isteni a dicsőség. Hogy ezt soha senkinek ne tulajdonítsuk, de magunknak se. Hogyha Isten bárkiben munkálkodó erő által cselekszik, hanem fogadjuk el alázattal, hogy ő ezt megteszi és megteheti mindannyiunk életében. Erősödjünk meg ezekben a fontos bibliai elvekben, amikre eljutottak az elődeink, és emlékezzünk meg ezekről, meg azokról is, hogy honnét estünk ki, és térjünk vissza mi is, és vegyük komolyan azt, hogy Isten a mi hitünket napról napra erősíteni akarja az ige által és az ő szent lelke által. Amen.